És akkor most pedig az aktuális diátok, de győztünk, parancsolja. Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Legelőször is szeretném megköszönni a meghívást. Ez úgy gondolom, hogy ebben a körben ilyen szakmai különbség előtt azt jelenti, hogy ez egy elismerése valamilyen munkának, ahogy a János úr is elmondta, az elmúlt évek munkájának, amit az Ovid szakmai közössége hozott össze. És hogy azért jól megerősítsem magamat és új arcokat is láttál, azért van itt néhány okítos, hogyha olyan szakmai kérdésekre kerül sor, akkor azért mélyebben is meg tudják válaszolni. Van bennem némi elfogódottság, hiszen én személy szerint nem energetikával foglalkozom, nem energetikai szakember vagyok. Képgyártás technológiát végeztem valamikor, egész életemben gyárban dolgoztam, vagy olyan építőszerelő vállalatnál, amelyiknek hát kivitelezés volt a dolga. Ennél fogva ilyen elméleti kérdésekre én nem is próbálok foglalkozni, van itt néhány kollégám, aki majd, ha ilyen jellegű van, akkor gondolom tud válaszokat adni. Tehát itt ebben a mai előadásban alapvetően kivitelezésről, gyártásról, szerelésről, építésről, vállalkozásról, üzletről lesz szó az Ovid tekintetében, és ez az első dolog, amit szerettem volna leszögezni, tehát milyen vállalat vagyunk, azt hiszem, hogy a körben mindenki előtt ismert. A másik pedig, hogy bár már Jarosi eltüntette, de hát az nem Ovid ZRT, hanem MVM Ovid ZRT, és azért meghatározza a ugye ez most a hivatalos nevünk is. Igen, ezt már csak én még nehezen mondom ki, már az atomerőmet is úgy kell mondani, hogy MVM Paksi Atomerő. De meghatározza azt a mozgáskört, azt a lehetőséget ebből a szempontból, a csoporthoz való tartozást, az MVM szerepe az életünkben nyilvánvalóan, illetve azon keresztül a magyar állami tulajdonlás, hiszen 99,1% van a magyar állam a tulajdonos, van néhány kis tulajdonos is még az Ovidban, ezek alapvetően önkormányzatok, tehát a 90-es évekből, amikor a területet átváltották tulajdonra, akkor megmaradtak, de vannak, akik szeretnének szabadulni tőle, ezek folyamatosan jelentkeznek, hogy eladnák, de olyan túl sok sikerélményük még ettől nem volt. És akkor az Ovid rövid történetével, ami nem a rövid, mert 65 éves az Ovid ebben az évben, 1949-ben alapították, és azt hiszem, hogy a jelenlévők nagy része lényegesen jobban ismeri az Ovid tevékenységét, azokat a lépéseket, azokat a mérföldköveket, amelyek az Ovid életében történtek az elmúlt 65 évben. Igazából a mai prezentáció, a mai előadás története az valahol itt 2006-2008, de inkább 2008 környékén kezdődik, hiszen a jelenlegi Ovid 2008 környékén kezdett kialakulni, vagy 2006-2008 környékén kezdett kialakulni, amivé vált, és amit majd megpróbálok bemutatni a napjainkra. 2010 az a határ időpont, amit teljesen önkényesen én fölvettem, ennek az az ok, hogy én 2010 óta vagyok az Ovidnál, tehát 2010 őszét kerültem az Ovidhoz, ennek több szempontból is majd a későbbiekben jelentősége lesz, legalábbis az én számomra az volt. 2010-ig ezek voltak a főbb tevékenységek, amelyeket az Ovid végzett. Ugye az erőművi karbantartás 2008-tól, ez gyakorlatilag a Paksi Atomerőműben végzett karbantartási, felújítási, beruházási feladatokat jelentette. Hát a távvezeték létesítés, alállomás létesítés, ugye ez az alap tevékenysége az Ovidnak mind a mai napig, vagy az alaptevékenységei tartozik. Az üzemeltetési tevékenységből 2010-ben gyakorlatilag a Dunamenti
a finomító, kőolaj finomító, a százhalombattai Dufinak az üzemeltetése volt. Az acélszerkezet gyártás 2010-ben igazából még majdnem teljes mértékben, vagy nagyon nagy részben belföldre dolgozott, és a távközlés az pedig az NVM-en belüli távközlést jelentette. 2010, azt hiszem október elején, de a Tarik Gábor úr itt van körülünkben, pontosan lehet, hogy jobban emlékezik, én egy pár napja voltam óvitos, amikor aláírtuk a Marton-Vásár-Győr távvezeték szerződést. A mai napig pontosan emlékszem, rettentő boldogsággal írtam alá, hiszen egy ekkora szerződést, azt hiszem előző életemben egyszer sem volt még szerencsém aláírni, közel 10 milliárdos nagyságban dugott a szerződés. Mikor aláírtuk a szerződést, meg tollan cseréltünk, akkor Gábor azt mondta, hogy azt tudott, hogy ez az utolsó. Ez a vége. Ez az utolsó távvezeték ebből a szempontból. És akkor 2010. október valahanyadikán én rádöbbentem, hogy mibe is kerültem én ebből a szempontból, hiszen az alapja, az OVID tevékenységének az alapja, ez a hálózat építés, ezen belül a távvezeték és az alállomás építés volt, erre volt tehát megfelelőek a kapacitások, berendezése, az emberek szakképzettsége, és hát ezen alapult az egész OVID tevékenysége. Ebből borzasztó gyorsan kijött az, hogy az OVID-nak sürgősen új stratégiát kell alkotnia, új elképzelések és új tevékenységek után kell néznie, hiszen csak ebben az esetben lehet megtartani azt a képességet és megtartani azt a kapacitást. Azt senki nem gondolta 2010-ben sem, és ma sem, hogy egy országon nincsen szükség erre a képességre. De ha nem adok feladatot, ha nem adok leckét, akkor az el fog sorvadni, a szaktudás eltűnik, a gépek tönkre mennek, kiárulják őket, innentől kezdve nem marad semmi belőle. Tehát a feladat az volt, hogy ez megmaradjon, ez a képesség Magyarországon, hiszen egy hálózat építési, fenntartási, vagy netán egy havária esetén helyreállítási képesség nélkül egy kiszolgáltatott támadik egy ország. Az OVID előtt én a Transelektro Ganzrök vezérigazgatója voltam 4 éven keresztül, gyakorlatilag onnan kezdődik a kapcsolatom az energetikával. És hát a 2009 környékén a Ganzrök olyan helyzetbe került, ami lassan egy év múlva, azt követően egy év múlva el is lehetetlenítette a tevékenységét, hiszen bedugultak a finanszírozási csatornák. Megpróbáltunk mindenfélét elérni azzal kapcsolatban, mert hiszen ez is egy ugyanolyan stratégiai fontosságnak éreztük akkor is. Megpróbáltam személy szerint a miniszterelnök, az akkori miniszterelnökhöz is eljutni, eljutottam az államtitkáráig ebben az ügyben, elmondtam, hogy hát, ha ez nem, akkor Magyarországon nem lesz egy mérnök, aki ehhez ért, nem lesz egy szakmunkás, aki ehhez ért, tehát ennek a cégnek működnie kell, és működtetni kell ebből a szempontból. Pont akkor volt egy mátrai tűz azt megelőzően, és az államtitkárnak kénytelen voltam azt mondani, hogy ez volt egy 2 vagy 3 nappal ezelőtt ez a tűz eset a mátrai erőművel, hogy van egy ilyen tűz, és akkor mit fog csinálni a miniszterelnök úr, fölhívja a Robert Ficót, hogy kedves Ficó, küldjél már néhány mérnököt, meg néhány szakmunkást, aki meg tudja hegeszteni, meg a provizóriumokat meg tudja tervezni, vagy mi fog történni ebből a szempontból. Ez a szakma, amit művelünk, akár erőművi, akár hálózati, ez nem olyan, hogy bejön a Mari néni az utcáról, és azt mondja, hogy szeretnék egy 200 megawattos szénpor-tüzeléses kazánt rendelni. Hát ez egy állami feladat ebből a szempontból. Egy államnak kell fönntartania,
egy ilyen tevékenységet, hiszen ez egy olyan stratégiai kérdés, hogy megmaradjon. Na éppen ezért az a, történt ez a felismerés, és ez, ebben a környezetben úgy tűnik azért ki tudtuk küzdeni, hogy megmaradjon ez a képesség, a hálózatépítési képesség Magyarországon, és a hálózat fenntartási képesség, és a hálózat felújítási képesség, hiszen tavaly volt, ugye, tavaly márciusban volt ez a kelet-magyarországi hóhelyzet, meg vihar, meg nem tudom, 20 hány osztopot kellett kicserélni, kijavítani. Ha nincs az óvid, akkor még mai napig sincsen semmi. Itt ebben a körben megsúgom. Azok, akik csinálták, azok mind óvidosok voltak ebből a szempontból. Azok, akik nyilatkoztak, azok valamilyen más szervezethez tartoztak. Fölhív a főnököm, ugye 15-e vagy 16-án, vagy fog előadni két hónap múlva, fölhív a főnököm, hogy te, azt mondja, az Ovid dolgozik ott. Hát mondom, persze, mert látta, hogy a kufajkák hátára az van kiírva, ilyen szempontból. Tehát, ha nincs ez a képesség, ha nincs ez a kapacitás, akkor sokkal nagyobb problémákat jelentett volna. Tehát az elsődleges az volt, hogy megőrizni ezt a kapacitást, fejleszteni az Ovitot, munkát találni ezekhez, és ezeket a stratégiai célokat tűztük ki hozzá, amik mind abba az irányba mutattak, hogy megtartsuk, illetve a saját energetikai berendezés gyártási kapacitás kialakításában lehetőség szerint hát még bővítsük is ezt a palettát. Hogy mennyire jól gondoltuk, mert ezt akkor saját magunktól indultunk el ebbe az irányba, hogy mennyire jól gondoltuk azt az MVM csoport 2014-es, tehát ez év tavaszán kiadott és az MVM honlapján olvasható stratégiája, középtávú stratégiája is visszatükrözi, hiszen ebből itt kivettük az Ovid vonatkozásokat, amelyek ezt mind alátámasztották. Óriási ez a fejlődés ebből a szempontból, mert ezt megelőzően az Ovid tevékenysége meg sem jelent az MVM stratégiájában, most megjelent konkrétan Ovid tevékenységenként. És ezek mindegyike rendkívül fontos ebben az ügyben, hiszen a külföldi jelenlétet nem kell külön magyarázni, hiszen ez az, amelyik fenntartja azokat az előbb említett képességeket, de az AKS 2-re való felkészülés, ahhoz a minősített alvállalkozói beszállítói között gondozása, erre a mi válaszunk az volt, hogy egy klaszter létrehozása, hiszen a 40%-os, hát jó lenne a 40%, de hát egyelőre célkitűzésként fogadjuk el magyarországi 40%-osnak. Ebből a szempontból ennek a gondozása, hiszen jelen pillanatban Magyarországon minket is beleszámítva összesen egy cég van, akinek megvan hozzá megfelelő minősítése, és az is többségében orosz tulajdonú cég, hiszen a Rosszatom minősítése kell hozzá, és nem olyan egyszerű megszerezni. Kis és középvállalatok az egy nagyon szép gondolat és szlogen, de nem tudják, nincsenek erőforrásaik, nincsenek képességeik arra, hogy megszerezzék önmagukba, tehát muszáj őket valahogy összefogni, hogy legyen egy szakmai irányítás, ezen dolgozunk, és hogy ez megjelent az MVM stratégiájában, ez annak a elmúlt 4 éves munkának, hogy úgy mondjam, az eredménye többek között. Van egy nagyon fontos még ez a megújuló és hulladék alapú energiatermelés, amit célul tűztek ki ilyen szempontból, hiszen igazából azt látjuk, hogy ennek nincsen. Ma Magyarországon gazdája szeretnénk ennek is az élére állni. Ez annyira megtörtént, hogy ez a klaszter, a megújuló és hulladék alapú energiatermelés klaszter, ez már működik is. Létrehoztuk az Ovid vezetésével, lehet hozzá csatlakozni, akiknek ilyen jellegű hát elképzeléseik vannak. Természetesen ez egy egészen másfajta Ovidot is igényelt. Mégpedig azért, mert az Ovid, hát egy ilyen kétkezű Ovid volt gyakorlatilag, tehát sok-sok-sok fizikai dolgozóval, termelésirányítókkal, ezt
Ezek a tevékenységek, meg az előző szlájdon mutatottak, ezek a tevékenységek pedig, hát hogy úgy mondjam, egy fővállalkozói, generálkivitelezői tevékenységet igényeltek ebből a szempontból, ami azért részben megvolt az Obitban, de ennek a fejlesztése feltétlenül szükségesével. És ha egy másfajta gondolkodásmódot, egy másfajta tevékenységet, másfajta leosztást kell megvalósítani, ahhoz egy másik szervezet tartozik. Annak a részletezése nélkül, hogy ez hogy jött létre, de mutatja, hogy egy vállalkozói, ténylegesen vállalkozói szervezetet igyekeztünk létrehozni. Mindegyiknek megvan a maga szakterülete a vállalkozáson belül, és három szakmailag egymástól elkülönülő, de egymásra épülő igazgatóságra, a hálózatira, amelyik a hálózatos munkákat távvezeték alállomás távközlés, az erőművére, az atomerőművi, és most már az erőművi gépészeti karbantartó szakfőmérnökség is üzletigazgatói státuszban működik, hiszen igényli a tevékenységünk, ez a későbbiekben ki fog derülni. Ezeknek a szerelő, építőszerelő munkáját támogatja most már a két gyár, az acélszerkezeti és az erőművi gépgyártáshoz a Kisfélegyházi gyár, illetve a kiszolgálásához a szállítási üzem. Ez egy elég jól megfogható struktúra, alkalmas arra, hogy az Obit fővállalkozási vagy generálkivitelezési tevékenységet folytathasson. Ugye felsoroltuk azt hiszem 7 pontban a valamelyik első diánkon, hogy milyen tevékenységeket folytattunk 2010-ig. 2010-et követően arra a stratégiai célkitűzésekre alapozva ezek az új, egészen új tevékenységek léptek be, tehát az erőművi gépgyártás, illetve erőművi fejlesztésekbe való részvétel, a vasúti munkák, bővíteni kell az üzemeltetési tevékenységet, és az export tevékenység kiterjesztése, hogy a termék exporton túlmenően építés-szerelési helyszíni szolgáltatásokat is tudjunk nyújtani külföldön. Ezeket egy picit részletezve, ezek közül is elsőnek azt, amit az egyik legfontosabbnak tartok, hogy sikerült megmenteni az utolsó pillanatban, még mindig nem igazán, de majdnem sikerült megmenteni a Kiskunfélegyházi gyárat. 2010. szeptemberében felszámolás indult a gyár ellen, egyszerűen nem volt képes a költségeit fedezni, nem tudta garanciákat kiadni, elnyert munkái voltak. Úgy indult felszámolás a cég ellen akkor, hogy 50 millió eurós rendelés állománya volt, és egyszerűen nem volt képtelen. Aláírt szerződések voltak, és a teljesítési garanciákat nem tudta kiadni. 2011. márciusában, és ez tényleg a véletlen műve, hogy én kerültem a Transelektrótól az Obitba, márciusában meg tudtunk állapodni a tulajdonosokkal, részben az ingatlan, részben a berendezések tulajdonosaival, hogy bérbe vesszük, és elkezdjük működtetni, mert különben ez a kapacitás, ez a képesség Magyarországon meg fog szűnni. Még a felszámolás jelenleg is folyik, jogi problémák vannak, a kivásárlásra vonatkozó tárgyalások folynak, szerződések előkészítése folyik. Ez még úgy ítélem meg, hogy ez a jogi procedúra még egy darabig el fog tartani. Nagyon fontos lenne Magyarország számára, mert nincsen másik. Ez az egy van, amelyik képes bármit is, ami erőműhöz szükséges Magyarországon megcsinálni. Bele kell gondolni. Csak a történelemben 1802-ben alapították a Rök István gépgyárat, ugye, amiből aztán lett az április 4 gépgyár, meg az április 4 gépipari művek. Talán valaki emlékszik rá,
a 70-es években a Láprisné gépipari művek központját is lehelyezték Kiskunfélegyházára. Így vette meg a 90-es években a Transelektor csoport, és a Váci úti kazángyárat is ide telepítették le ezt követően. Tehát legalább három nagy múltú magyar cég az előzménye ennek a gyárnak, a Rök István gépgyár, a Kiskunfélegyházi vegyipari gépgyár és a Váci úti kazángyár. Tehát olyan ismereteket és olyan tradíciókat hordoz, ami szerintem párját ritkítja Magyarországon. Borzasztóan fontos lenne ennek a megmentése. Működik, újra el tudtuk indítani, nem azon a hőfokon tud működni, mint a 2005-2008 közötti években. Mind árbevétel, mind a ráfordítások tekintetében, hát hogy mondjam, vagy az óra ráfordítások tekintetében kevesebbet tud, de azért mutatja a paletta, hogy elég sok helyen kedvelik a termékeit, ehhez még természetesen hozzá kell adni a belföldieket is, tehát minősített a Paksi atomerőműve, csőkötegeket szállítottunk, nem is keveset, és egyéb berendezéseket is, és értelemszerűen a többi magyarországi erőműve, a többi egyben, ugye a vértesben igazából, úgyhogy ahová eljutottak a termékei, de működik, megvannak a szakemberek, és az csak abban a környezetben lehet továbbra is működtetni. Erre építve szerényen, de megpróbáltunk némi erőművi karbantartási és fejlesztési tevékenységet. Ugye az atomerőművet nem kell különösképpen részleteznem ebből a szempontból, hiszen ott körülbelül 400 emberünk dolgozik jelen pillanatban is. Igazából ez a Paksi atomerőműben hát lekötött kapacitásunk. Nagyon jó képzett társaság, most megpróbáltunk az utóbbi időben valamennyire kitörni ebből. Amik a nagy javításokat már a Borsodkemmel úgy tudtuk letárgyalni a Borsodkem nagy javításait, hogy a Paksi atomerőmű nagy javításaihoz igazították. Kis majd becsúszott, mert volt innen egy olyan csúszás, amikor a kettő egymásba ért, tehát azt nem mondjam, hogy milyen rendkívüli intézkedéseket kellett hozni, de nagyon megelégedett volt a Borsodkem is, hiszen azt a minőséget, amit a Paksi atomerőműben tudunk produkálni, azt hát sikerült, hogy úgy mondjam, exportálni az atomerőművön kívülre. Részben Kiskunfélegyházára építve, részben pedig a saját karbantartási csapatunkra, a vértesi erőmű teljes körű karbantartását 2011 óta átvettük, végezzük, egyáltalán, hogy a vértesi erőmű működni tud, megítélésem szerint ennélkül a lépés nélkül nem nagyon történhetett volna meg, hiszen hát nagyon nagy erőfeszítéseket, szakmai és anyagi erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy egyelőre talpon tudjuk tartani. És ezzel együtt ugye a vértes állapota és helyzete az ismerten hát eléggé bizonytalan. Ezért kidolgoztunk egy biomassa tüzelési fűtőművet, ugyanis a vértesi erőműre alapozva az MVM-nek van egy kötelezettsége 2021-ig, hogy oroszlány és bokot fűtését biztosítania kell. Na most, hogyha le kell állítani, vagy leáll magától a vértesi erőmű, akkor hát azt kell elgondolni, hogy mi történik ott azon a sok tízezer emberrel fűtés nélkül. Kidolgoztuk ezt a biomassa tüzelési fűtőművet, ez egy 35 megás forróvizes fűtőmű. Készen van, a szerződés gyakorlatilag szignálva, a berendezések megtervezve, várjuk azt a politikai döntést, hogy mi történik és milyen irányba kell tovább menni ebben. Az elmúlt időszakban két általunk nagyon komolynak tartott és az OVIT életében mérföldkőnek számító erőművi
fejlesztést tudtunk végrehajtani. Ez a kísérlet a tatabányai erőműben egy hótolattároló átalakításával egy hőtárolót hoztunk létre. A másik pedig, hogy a LEGO nyíregyházi gyárában egy energiaközpontot hoztunk létre, ami három darab gázmotorból, összesen 8,3 megawatt villamos kapacitással, a hozzátartozó hűtő-fűtő tevékenységekkel, illetve kompresszorcsoporttal és a többivel együtt, ami hát gyakorlatilag most kezd el működni. A végére hagytam, mert azt hittem, hogy már a mai napon már valami nagyobb pozitívumról tudok beszámolni, a tatabányai erőmű fejlesztését, és akkor azzal kezdtem volna ezt a blokkot. A tatabányai erőműben most már egy éve folyik a közbeszerzési eljárás 2013. novembere óta. Most már több stáción voltunk túl, gyakorlatilag befejeződött a közbeszerzés, az utolsó tárgyalásos szakaszban már csak mi voltunk. Ez két 40 megawattos gázüzelésű kazánnak a biomasszára átalakítását és egy új 20 megawattos forróvizes kazán telepítését, legyártását, telepítését jelenti ez a projekt, egy 6 milliárdos projekt, ami a mai, hogy mondjam, nem éppen sok erőművi fejlesztést tartalmazó világban egy nagyon komoly lépésnek számít. Arra számítunk, hogy egy-két napon belül aláírhatjuk a szerződést, pontosan, hogy a hirdetést követően 10 nap moratórium van, de akkor is még ezekben a hónapban, vagy 20-a tájékára még megtörténhet. Nekem ez lenne a legfontosabb, hiszen akkor elértük azt, hogy van egy olyan erőművi fejlesztés, amit az OVIT nyert el, végig tud csinálni, ez biztosítja a megfelelő referenciákat, akár belföldön, akár külföldön a jövőben. Ez nem igazán az energetikához tartozik, de hát azért van bőven energetika bennem. Szóval amikor azt mondtuk, hogy meg kell tartani ezeket a képességeket, akkor elkezdtük keresni, hogy hol van valami ilyen rokon szakma. Ez a hivatalos története. A dolog úgy kezdődött, hogy amikor 2010. decemberében mentem hazafelé, szép esős őszi téli vagy koratéli idő volt, csörög a telefon az autóba, az MVM elnök vezérigazgatója Bai Csaba azt mondja, hogy tud-e az OVIT vasúti felsővezetéket építeni? Hát akkor voltam én 3 hónapja, 2 hónapja az OVIT-nál, mondtam, hogy fogalmam sincs, de biztos tud. Ezt követően megindult a folyamat. Magyarországon 2010-2020 között egy olyan vasútfejlesztés történik, ami tényleg csak nagyságrendjét tekintve mondjuk a paksi atomerőmű fejlesztéshez hasonlítható, hiszen összegében is meg fogja közelíteni ez alatt a 10 év alatt az 5-ös és 6-os blokk fejlesztését. És ennek hát kb. 10%-a az, ami villamos jellegű munka. Ugye pályától kezdve minden, tehát a 160 km-re át kell építeni, 170 km/h-ra át kell építeni, a két nyomóra kell átépíteni a nemzetközi fővonalakat, kereszteződésmentesre, tehát ez folyik most már negyedik éve. Gyakorlatilag tisztán EU-s pénzekből, ami ebből a szempontból nagyon fontos és nagyon jó. Ebben a munkában muszáj is volt, hogy bekapcsolódjunk, hiszen nem volt Magyarországon annyi kapacitás, amelyik ezt végre tudta volna hajtani, és végre tudná hajtani a jövőt tekintve is.
És az azt jelenti, hogy a 2010 évi nulláról ebben az évben, pontos számot én nem tudok, van itt kollégám, aki tudna mondani biztosan, de körülbelül 12 milliárd forintnyi bevételünk lesz ezen a piacon. És ami nagyon fontosnak tartok ebben az évben, ez az első, amit fővállalkozóként, tehát most már végzünk, tehát megvannak azok a referenciáink is, és ezek személyes és céges referenciákat is jelentenek, amelyek kell, hát lehet vitézkedni a vasútvillamosításban. Ehhez járul még a vasúti távközlésben a GSMR projekt, amit az osztrák Kapcs céggel együtt nyertünk el konzorciumban. Ez biztosítja azt a vonatbefolyásoló rendszert, ez a GSMR, ez egy ugyanolyan GSM gyakorlatilag, de csak a vasúti vonatbefolyásolásra, amelyikkel hát a 160 km/h sebesség egyáltalán biztonságosan fenntartható. Ez áll egyszer körülbelül 150 GSM torony építéséből, állomás építéséből, a hozzátartozó mindennel, tehát iradás technikával, alapozással, erős árammal, és a többi, illetve több mint 900 km optikai kábel fektetésével. Hát szeretnénk vele végezni az az időpontra, amikorra kell, 2015 végére. Tehát ez még egy nagyon nehéz, megerőltető történet lesz a számunkra is. Üzemeltetés. A MOL 2006-ból, ugye 15 éves szerződésünk van a MOL-al, a középfeszültségem történő középfeszrendszerünknek az üzemeltetésére. Nagyon jól sikerültetett, nagyon meg vannak elégedve, ezért ránk bízták az Alai Finomítónak is ugyanezt az üzemeltetését. Közben elnyertük, hiszen dolgoztunk is benne, mi valósítottuk meg az Audi gyár 120x20 kilovoltosát, illetve most ugye a Legó Nyíregyházi gyárát is, tehát igyekszünk ezeket az üzemeltetéseket is ott átvenni. És itt van az MVM-nek a Sopronkövesd Nagylózsi szélparkja, 8 ilyen szélpropellerrel, 721-23 megawatt épített teljesítménnyel, amit hát szintén mi üzemeltetünk, mi tartunk karban. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ezek az üzemeltetések, ugye ezek nagyon komoly rezsigortozók, és folyamatosan biztosítják azt a pénzt a cég számára, amire a folyamatokhoz szüksége van. Lenne belőle több. Most érkeztünk a leglátványosabb részéhez, hiszen ez az, amit ő nem csinált, azok itt, illetve csak szűkebb mértékben csinált, ez az, ami ugye a legnagyobb média nyilvánosságot kapta, és kapja jelen pillanatban is. 2010-ben körülbelül 11 ezer tonna acélszerkezetet gyártott le az Ovit Gödi gyára, amely kifejezetten és elsősorban távvezetékosztopok gyártására alkalmas. Ennek akkora körülbelül a 60%-a volt export, tehát egy kifejezetten termékexport történt csak. Ezt a gyártás sikerült az elmúlt években folyamatosan fejleszteni, beruházásokkal is fejleszteni, és erre az évre körülbelül 18.500-18.600 tonna készáru kibocsátást prognosztizálunk, aminek egy nagy részét külföldi tendereken nyertük el, főképpen a németországi E.ON és 50 Hz-es győzelmeinket emelném ki ebből a szempontból, de Ausztriában és Csehországban is jelentős, és még egyébként jó néhány országban, de ezek a legjellemzőbbek ebből a szempontból, és ez nagyságrendileg ez azt jelenti, hogy az idén, hogyha 15 ezer tonna, vagy ezt meghaladó lesz az export, akkor az export árbevételét ez a termékcsoport megduplázta az elmúlt 4 évben.
helyszíni munkák a másik fejezete az exportnak, és ezek közül is igazából hármat emelnék ki. A Genfi CERN részecske gyorsító részére végzett 66 kV-os szekunder rekonstrukciós munka az egyik, illetve a befejezett munkák közül mindenféleképpen ezt tenném az első helyre. Nem az értéke, nem a nagyságrendje, hanem hogy a CERN-ben elnyerni egy munkát, és a CERN referenciával, azzal a presztízzel máshol pályázni, azt hiszem, hogy minden pénzt megér. És amíg hozzáteszem azt, hogy most volt a projekt záró megbeszélés a svájci megrendelőkkel, nem azt mondom, hogy szégyeltük magunkat a végén, de annyi dicséretet zsebeltünk be. Sőt, meghívták az NVM teljes vezérkarát, és ott előttük is elmondták Svájcban, hogy működött a cég ebből a szempontból. Úgyhogy ennek a jövőben is megítélésem szerint nagyon komoly szerepe lesz a cég életében. Csehországban két távvezeték építésén dolgoztunk, illetve dolgozunk. A 413-ast már befejeztük, a 413-ast most van befejezés közelben. Eddig nem voltak különösebb problémáink, remélem, hogy a továbbiakban sem is le tudjuk ezeket zárni. Szeretnénk a cseh piacon továbbra is értelemszerűen ott maradni. Nem azt mondom, hogy nyitott piac, de ha már bejutottunk, akkor jó lenne ezt kamatoztatni. És hát akkor a média sztárunk a jordániai távvezeték építés, ami egy nagyon hosszú közbeszerzési, jordán közbeszerzési folyamat végén nyertünk el igazából két szerződést. Az egyik a Vatrana Amman, a másik az Amman Samra közötti távvezetéképítés 400 kV-os, összesen 185 km hosszban, mindenestől szőrbőr, tehát nyomvonalkitűzés, szerkezettervezés, szerkezetek legyártatása vagy legyártása, helyszíni alapozási munkák a hozzátartozó útépítésekkel nyilvánvalóan, hiszen azért Jordániában magas hegyek is vannak, meg komoly sivatagok, tehát amiket le kell küzdeni. És hát utána teljes megszerelése sodronnyal és az egyéb szerelvényekkel, tehát egy komplex feladat. Hát küzdünk vele erősiesen, meg kell, hogy mondjam. Most tartunk ott, hogy jóváhagyás alatt van a nyomvonal tervünk, illetve a szerkezetek jóváhagyása. Ezen a héten kezdődnek a tárgyalások azokkal a beszállítókkal, mert nem úgy van, hogy azt szállít, aki akar, hanem akiket jóvá hagynak a jordánok is, tehát a jordánok által még részben jóvá sem hagyott beszállítókkal, hogy most kezdik a tárgyalásokat mind az acélszerkezetek, mind más tevékenységek, alapozások, szerelések tekintetében. Még van némi bizonytalanságunk, hogy mekkora a nagyságrend, amit a jordánból a kormány elő fog írni, hogy hazai beszállítónak vagy hazai vállalkozónak kell lenni. Ebből a szempontból, mert még ez sincsen teljes mértékben kitisztázva. Körülbelül 2016 közepén második fele az, amikor a pontos határidőket is tisztázni kell, de a munka már folyik, ebben az évben már számlázni fogunk 1 milliárd forint körüli tervezési tevékenységet. A másik projekt, a másik tender, amit elnyertünk, azt így hozzá kaptuk gyakorlatilag egy 132 kV-os távvezeték sodron cseréje, ahhoz a sodront is mi szállítjuk. Ez egy 60 kilométeres szakasz, a sodron Magyarország a Fuchs Kft. Gyártja, Magyarországról szállítjuk. Na, ez az első olyan lépés, amíg azt mondom, hogy egy ilyen KKV-t is be tudtunk vonni gyakorlatilag a tevékenységbe, mert ezek azért nagyjából
Nem, mert a svájci ügyben is megprotektor, és azt hiszem KKV-nak minőségű csináljuk nekik is egy kis reklámot ebből a szempontból, hiszen a védelmet ők szállították, tehát ezzel tudunk hozzájárulni ennek a politikának a sikeréhez. Ami történt összefoglalva az elmúlt 4 évben a számok nyelvén, még a 2014-es torta itt nincs fönt, de amiből a lényeges az, hogy a mavír munkái arányaiban 41-ről 21-re csökkentek, a csoportunk kívüliek nőttek, az MBM csoport egyéb munkái, illetve a paksiraton arányaiban változatlanul maradtak. Ha egy 2014-es tortát megnéznénk, majd az most a véleményünk szerint kb. 50-50%-ot mutatna már, hiszen ugye ez a csoporton belüli, az a csoporton kívüli, tehát a csoporton kívüli nagyjából utolérte most már a csoporton belüli munkákat, miközben az árbevétel hát 47,5 milliárd volt, 53-ra növekedett, 13-ra is még egy pici növekedés lesz ebben az évben még ehhez képest is. Mint ahogy ez a tábla mutatja, amiből a legfontosabb sornak én ezt az utolsó kettőt tartom. Az egyik, az export gyakorlatilag meg 4-szereződik ez alatt a 4 év alatt az OBIT-nál, ami azt hiszem, hogy rendkívül fontos minden szempontból. A másik, hogy nem csak, hogy meg tudtuk tartani, mert minimális mértékben a foglalkoztatottságot növelni is tudtuk, tehát a létszámunk is növekedni tudott, és ezen belül egy nagyon jelentős átstruktúrálódás is történt, hiszen csökkent a kétkezi fizikaiak száma, és nagy mértékben növekedett azoknak a műszakiaknak, termelésirányítóknak, tervezőknek a létszáma, akik ahhoz a munkához, amit hát elvállaltunk, szükségesek. Számok nagyon jól néznek ki, de hát azért úgy kerek a kép, hogyha valami gondokat is elmond az ember, hiszen vannak ezzel kapcsolatban gondok. Egyrészt a külföldi tenderezésekről lenne néhány, hogy úgy mondjam, észrevételem, mert azért ezek nem olyan simák, nem annyira egyszerűek. Tudok mondani néhány példát. Macedóniában szekunder védelem tender, nem tudom, 8 állomásnak a tenderét kellett, 8 állomásnak a szekunder védelmét kellett megcsinálni, bontás, megfelelő referenciák, tehát csak arról beszélek, hogy teljesen rendben van úgy egyébként. Elsők vagyunk, mi állunk a legjobb. Hurrá, készülünk rá, a külgazdasági államtitkár még le is nyilatkozza, hogy tárgyalt a partnerével, onnan is megerősítettük. Kihozzák a eredményt, az 5. helyezett, aki az árban az 5. volt, kihirdették győztesnek. Hát akkor magyar diplomáciát is igénybe véve, levél, miniszteri szinten, és a többi. Tehát azért mégiscsak egy biztonság, meg legyenek szívesek felülvizsgálni. Jön egy válasz, hosszabb idő után, és megjeleznek egy másik társaságot, amelyik a második volt a bontásnál ebből a szempontból. Hát erre is fölháborodtunk, erre is írtunk. Történni nem történt semmi. Pár nappal vagy héttel az eseményeket követően MBM MEPSZ-ője a macedon villamosművek vezérkarának van tárgyalása, ahogyan azt a TVT-s nagykönyv előírja, bemutatnak egy prezentációt, ott van az aláírás, egy 3. céggel írták alá szerződést. Azt hiszem 5-en indultunk a tenderen, ebből 4 cég került elő. Azóta sincs semmilyen magyarázat, csak legfeljebb saját magunkat fájbítjuk, vagy Szerbiában. Megnyertünk egy Duna fölötti nagy feszültségű átfeszítést. Mi nem nyertük meg, ilyen volt a legjobb ajánlat, szerb partnerrel indultunk, tehát a leg,
teljesen úgy gondoltuk, hogy rendben vagyunk. Referencia is rendben volt, hogy ne lett volna rendben, hiszen csináltuk egy pár ilyet. Diszkvalifikáltak. Miért? Hát mert az általunk adott bankgarancia az nem egy A osztályú banktól származott. Az Unicredit Bank adtam, a Magyar Unicredit Bank adta, és az összes szerb bank az mind egy A osztályú volt ebből a szempontból. A Magyar Unicredit, a Magyarországi Unicredit nem volt egy A osztály, ezért hiába fellebbeztünk, elmaradt. De tudok ennél, hogy mondjam, durvábbat is legutóbb, hogy montenegrói tápvezeték tenderen, a bontásnál, hogy mondjam, diszkontot tudtak adni. Tehát tudom, olyan nagyság, 43 millió euróról föltette a kezét a pályázó, és azt mondta, hogy 11 millió diszkontot adok belőle. És ezt így jegyzőkönyvezték, és ezt így ennek megfelelően kezelték. Eredményhirdetés még nincs belőle, de ezeknek a környezetét szerettem volna, hogy elmondani, hogy azért ez is hozzátartozik ehhez a problematikához, hiszen mindenki nagyon-nagyon féltékenyen vigyáz arra, hogy nehogy más is bekerüljön arra a piacra, amire ő nem szeretné, és ezt is le kell küzdeni, és ezek mögött az eredmények mögött ez is benne van. 10 benyújtott tendere és rengeteg munkát jelent, különösen külföld esetében, helyszíni bejárásoktól kezdve, hogy mondjam, jogi átvilágításon keresztül és a többi végig kell csinálni, költséges is, de akkor is meg kell küzdeni. 10-ből talán 1-2 az a találati arányunk, tehát hogy hány tenderen kellett elindulni ahhoz, hogy ez összejöjjön, ezekből könnyen kikövetkeztetünk. Van egy másik jellegű probléma is, és ez már belső probléma, és nem csak az OVID problémája, hanem azt hiszem, hogy mindannyiunk problémája, akik itt tevékenykedünk ebben az országban. Nagyon szűk, nagyon kicsi a merítés ezekhez a munkákhoz szakemberben. Kevés a szakember. Nyelveket beszélő, szakmához értő, önállóan elküldhető szakember majdnem nincs. Vagy ha van, akkor egy olyan aranyáron, ami egyéb feszültségeket jelent, és ezért mondtam az elején, hogy lesz még jelentősége, mert MVM cég vagyunk, az MVM állami cég jelenleg az állami szférában, hát eléggé, hogy úgy mondjam, korlátozottak a jövedelmi viszonyok ebből a szempontból, egész egyszerűen abba a struktúrában nem lehet ember találni, akit el lehet küldeni egyedül Jordániába, sivatag közepén, nem fog elmenni. Tehát hiába nyerjük meg, és ezeken. Angliában dolgozott egy csapatunk, Skóciában pontosabban dolgozott egy csapatunk, elvégezték a munkát, azt hiszem kétszer voltak itt, a harmadik alkalom, mielőtt bekövetkezett volna. Az egész társaság úgy, ahogy volt, testületileg leszámolt, mert elcsábították őket, és most Észak-Írországban szerelnek. Annak a pénznek a sokszorosáért, amit mi képesek vagyunk megfizetni. És ezzel szembe kell néznünk. Én találkoztam Szaúd-Arábiában olyan céggel, ahol az ügyvezető igazgató is, meg a pénzügyi vezető is, angol volt, meg francia, őket is így csábították el, tehát ezzel szembe kell nézni. Most, hogyha még rosszabb kondíciókat adunk, vagy olyanokat, amilyeneket most tudunk adni, akkor abból még nagyobb csábítás következik csak, és még nehezebb ennek a megoldása. Úgyhogy hát ezekkel is együtt kell élni, tehát nem azzal van baj, hogy mi akarunk, vagy nem akarunk, hanem azzal, hogy ez valahogyan ezeken a buktatókon is át kellene lépni. Hát itt egy kis kiállítást szerettem volna abból mutatni, már többnyire beszéltem róla. Amit kiemelnék, hogy a 2013-as év eredményeképpen a Paksi Atomerőmű kiemelt szállítói díját is megkaptuk, az előbb és a CERN előbb említett
elismerései mellett, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, és nagyon fontos abból a szempontból, hogy az a szerep, amit mi szeretnénk a Paks 2 fejlesztésében betölteni, ahhoz az kell, hogy legyenek ilyen elismerések is, és a szakma és a paksiak olyan erők is egyaránt elismerje ezeket a képességeinket. Mind, amit elmondtam, megpróbáltuk itt a cég filozófiában összefoglalni. Versenyképes, magas szakmai színvonalú, hazai, nemzetközi résztvevője legyünk ennek az energetikának, illetve ezen belül a nemzeti energiastratégia megvalósításának. Ez az elképzelésünk, ez a célunk. Azt, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani, hogy sikerül, hát ezt azt hiszem a legjobb, ha nem mi mondjuk meg. Nagyon nagy büszkeséggel összegzésként belágtam Járosi és Kacsó urak az építkezés energiapolitikája polgári szerve 10. évfolyam 1-2 számából ezt a részt, hiszen az aláhúzott mondat, hogy az NVMUV ZRT, mint a hazai villamosenergia ellátás része, szaktudásával, tapasztalataival, eredményeivel és fejlesztési kapacitásaival nemzeti értéket képvisel, amit őrizni, védeni és fejleszteni kell. Azt hiszem, ennél szebben nehéz lenne megfogalmazni. Köszönöm figyelmüket!